Sziasztok, köszöntjük a Szeged365.hu olvasóit. Hát nagyon nehéz ilyenkor nyilatkozni, hiszen azt megszokhatták, hogyha még nem voltatok, akkor feltétlenül jöjjetek a következőre. A fullanyú esteken azért az érzelmek, hogy is mondjam, hát széles skáláját láthatjuk. Vannak rajta sebek, ha jól látszik, tapaszok. Mi történt az előadáson csak néhány mondatban, mert azt azért látjuk, hogy lassan támogathat valami zsebkendőgyár, mert mindenki sírt a végére. Igen, hát a sérülésekről beszéltünk, és a nővé válásról, és a teljes nőiesség kibontakozásáról. Abban az esetben is, hogy ahogy hurcolunk és cipeljük a bizonyos múltunkat, ami mindenkinek van, azt tegyük emeltkővel, és tegyük méltósággal. Úgyhogy nem haragszunk a múltunkra, egyszerűen csak elviseljük magunkon a sebeket, és nem akarjuk minden áron megállítani az időt és átszabadni magunkkal, hogy kihozzuk a nőiességet magunkból. Elég, ha elfogadjuk azt, amit ránk mért a múlt, és úgy igyekszünk a jövőbe nézni. Nagyon sokan voltak a mai este folyamán, és exkluzív, csak a Szeged365.hu olvasói láthatták, hogy mi történt itt a Hungi Vigadóban. Egyébként többen már több mint 33 ezeren követnek, azért szegedi anyukaként, jó, hát én egy kicsit tudom azért a háttér információkat is, ezt azért megsukhatjuk a Szeged365.hu-nak, de milyen érzés ilyenkor, amikor tényleg láthatjátok ti is, egymás után jönnek, ölelnek, gratulálnak az emberek, és azt mondják, hogy nem erre számított, hanem sokkal többet kapott. Tehát hol van ez a belső erő, vagy miért csinálod ezt igazából? Hát ez egy küldetés, amit fentről kapok, nem tudom elmondani, hogy ki az, aki nekem sug oda fentről, de úgy gondolom, hogy ez egy küldetés, ez egy olyan erő, ami innen kikívánkozik, amit meg kell mutatnom, amit át kell adnom, amit itt kell hagynom, akkor is, ha már nem leszek, meg akkor is, ha még itt vagyok. Ha nem lenne a feleségem, most elvenném. Sziasztok!